Na sziasztok srácok, lányok! Ez egy érdekes videó lesz, ugyanis érkezett egy, hát idézőjelben frissítés Cségóhoz, amiben megleshetjük, hogy milyen is lesz a következő kinézete úgymond a Cségónak. Ugyanis a mostanság emlegetett Panorama UI az egyre közelebb és közelebb kerül, úgyhogy most ezt fogjuk megtekinteni, hogy hogyan is néz ki ebben a korai állapotában ez a UI, hogyha ti is ki szeretnétek próbálni ezt a kis frissítést, borzasztó egyszerű az egész, nyomtok egy jobb kattot a Cségó, utána a tulajdonságok, béták, és ezen belül itt a legfelső opciónál a panorámát ki kell választani, aztán kb. 500 MB a frissítés, amit le fog tölteni a Cségó, és indíthatjátok is, amit most én meg is fogok tenni, úgyhogy meglássuk. Szóval itt is vagyunk, hát elég sok változás van az a helyzet. Minden megváltozott teljes mértékben, ugye a kinézetre gondolok itt most. Kaptunk egy jópofa komát ide nekünk, aki most éppen egy CT, hogy miért van CT, azt nem tudjuk, de hát legyen. Ezek ugye mi vagyunk, ugyanis itt van a skinünk, amit gondolom a legtöbbet használunk talán? Ezt pontosan nem tudok adatot mondani róla, de van egy ilyen kis showcase. Jobb oldalra kerültek a barátok, és ugye a rang és a vele járó dolgok, ugye a szint, badge-ek, profil, ilyen-olyan értesítések, ilyenek. Bal oldalra pedig a játéknak a menüje került. Van egy play, CSGO, inventory, ugye a visszanézhető meccsek és egyéb ilyen olyan meccsek, tornamentek nézése, Overwatch és a beállítások. Mondjuk legyen, kezdjük alulról fölfele. Úgyhogy itt van egy settings. Igen, amúgy egy kicsit érdekes a hangeffektus, az még nem teljesen van megcsinálva, ugyanis a dashboardon egy kicsit olyan fura a hang, de viszont máshol már teljesen jó. Kaptunk ilyen-olyan hangeffektet is. Itt ilyen-olyan gyors ilyen odaugrások vannak. Tök jó kis ötletes megoldás. Controller beállítások, game settings, igazából kb. Ugyanaz. Kaptunk calendar date-et. Lesznek itt még érdekes dolgok, még ezen kívül is, én úgy gondolom. Úgyhogy Overwatch, egy kis útbeigazító, aki nem tudná az Overwatch, hogy hogy működik. Tornamentek, meccsek. Ezek az én játszott köreim és meccseim. És itt az inventory, ami szerintem baromi jól néz ki. Legalábbis szerintem egy ilyen szép letisztult formát kapott, ami nekem nagyon bejön. Oldalt mutatja, hogy milyen rarity az item, és hát szerintem jobban lehet látni, hogy pontosan hogy is néz ki a fegyver. Ugyanúgy meg lehet inspektelni, lehet így forgatni, baromi jó kis megoldás ez is szerintem. Player modellen meg lehet nézni, hogy néz ki a kezébe, egyelőre még csak sas modell van, úgy látom. Ó, és ki lehet választani, hogy ez jelenjen meg a dashboardon, tehát ez csak egy ilyen customizációs megoldás. Ugye a Play CSGO-ba pedig megláthatjuk, hogy milyen pályákra megyünk, ki lehet választani. Ez most per pillanat egy casual deathmatch és wargames, ami ugye ezek a sűrített mappok. Viszont ugye a wingman-be és a competitive-be ki lehet külön-külön választani, hogy melyikre szeretnénk menni. Úgyhogy ez is egy elég szép és modern megoldás szerintem. És animációt kaptak. Baromi jó kis megoldás ez is. Én nekem úgy overall nagyon tetszik az egész, tehát tényleg egy kis ilyen újítás, egy kis ráncfelvarrás. Itt lehet kiválasztani az official matchmakinget, bot practice, training course és community server. Nem tudom, hogy a community server az nem változott semmit. Az ilyen maradt. Jó öreg community server. Jelenleg ebben a buildben csak is botokkal lehet játszani, tehát botok ellen.
Úgyhogy én most el fogok indítani mondjuk egy... Legyen mondjuk egy mirást. Egy mirást. Elindítunk, kaptunk egy nagyon menő töltőképernyőt, baromi jó radarmapot, ami nagyon szép és nagyon átlátható, ami nagyon-nagyon tetszik. Háttérben az az érdekes, hogy ugyanúgy megy a zene, ami nem zavar, ugyanis ez eléggé kedvez azoknak, akik vettek mondjuk, vagy szereztek music kitet. Azok szépen hallgathatják a zenéjüket. És el is halkult a zene, és... Wow, micsoda... Ez még nekem is úgy igazából, hogy micsoda kis csapatválasztó és dizájnt kaptunk. Mondjuk legyen a T, hogyha... Igen, azt választottam, nagyon jó. A tab az most már így néz ki. És a menü az is változott. Eléggé az is változott. Ez is jobban átláthatóbb lett, úgyhogy tegyük egy alkát. És kicsit fura. Teljesen ugyanazok a beállításaim szerintem. Ugye a UI mindenhol minden megváltozott kb. Hasonló, mint az ezelőtti, de mégis más. Az escape menü is kb. Olyan, mint a főmenü. Jobb oldal, bal oldalon a menü. Igazából, tényleg csak annyi. Kalvót ugyanúgy megvan minden. A oldalon pedig ott van a barátlista, ami... Elég érdekes, ugyanis ez ilyen gyors mód a csevegésre. Ugyanúgy megmaradtak az finálítás lehetőségek, ugye amit látjátok most az életem, pajzsom, fegyverek azok piros, nekem ugye ez a beállításom, de ugyanúgy lehet állítgatni, mint ezelőtt. Úgyhogy srácok, lányok, ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Red voltam, hello, hello!